Kiteljesedni csak úgy lehet, hogyha az ember megpróbál az egyéni érvényesülése mellett a közössége vára is lenni. Munkája során mindig a közösség gyarapodását tartotta szem előtt Czirok Sándor, mondta el a kézjegyben. A Göndöcs iskolát 25 éve megalapító és azóta is vezető igazgató idén március 15-én elnyerte a város kiváló polgára kitüntetést. Czirok Sándor mesélt fiatalkori vízilabdapálya futásáról is, amely segítette a közösségben való gondolkodás erősítését. Egy csapatsportágban ott könnyen lerendezik azt az embert, aki kilóg a társaságból, és nem a közösség javát szolgálja. Tehát ott igazából megtanultam azt, hogy hogyan lehet fegyelmezetten egy közösség érdekeit szolgálni. A díjat több évtizedes oktatásszervező munkájával érdemelte ki, az általa kidolgozott szakképzési módszerbe került a Nemzeti Alaptantervbe is. Emellett elismerték a különböző társadalmi szervezetekben vállalt közéleti tevékenységét. Azért is örültem, mert én nem Gyulán születtem, szegedi vagyok, szegedi születésű vagyok, és ez a város befogadott, és ez a 35 év úgy látszik, hogy nem csak nekem volt fontos, hanem mások is észrevették azt, hogy amit eddig végeztünk, az a közösséget is szolgálta. Az igazgatót pályája során mindig segítette és támogatta felesége, Gedeon Éva. Együtt hozták létre az iskolát, ahol a diákok a megfelelő szakképzés mellett olyan kulturális ismereteket is elsajátíthatnak, amelyekkel hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. A pedagógus házaspár a munka mellett 3 gyermeket is felnevelt, és 5 unokával büszkélkedhet. Gyermekeik, szüleik nyomdokait követve szintén a tanári pályát választották.